A Szent Annai Sámuel Református Középiskola diákjai német versenyen vettek részt és hoztak el sikereket. A részletekről felkészítőjükkel dr. Kovácsné Zágoni Szabó Csilla nyelvtanárral beszélgettünk. Az online oktatásban a nyelvtanulás nehezebb, mert nagyon várják a jelenléti oktatást, hiszen nagy szükség lenne arra, hogy párbeszédeket tudjanak közösen alkotni, és a szóbeli beszédre is szükség van. A Deutsche Telekom IT Solutions és a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézete szervezett egy versenyt, Sprichst du Deutsch címmel. Erre, ha jól tudom, már több egyére került sor. Nekünk idén sikerült észrevenni azt, hogy meghirdették ezt a versenyt, és így két diákot delegáltam ide, egy 11. Dénes osztályba járó Kovács Béla Zoltánt, illetve Nagy Lajost, aki a 12. D osztály tanulója. Nagyon várjuk már a jelenléti oktatást, hiszen a nyelvoktatásban nagyon nagy szükség lenne arra, hogy párbeszédeket tudjunk közösen alkotni, és magára a szóbeli tényezőre, amikor együtt lehet és csoportokban tudunk dolgozni. Minden esetre igyekszünk, amit csak tudunk az adott felületen, amin dolgozunk megtenni, és hát vannak azért kérdések, ezeket igyekszem megválaszolni, és én per pillanat elégedett vagyok azzal, ahogyan leadják a feladataikat. Diákjai versenyen elért szereplésével a tanárnő elégedett, és reméli érettségiző tanítványa is jól veszik majd németből az akadályt. Nagy Lajos, ő már középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, Kovács Béla Zoltán viszont nagyon szorgalmas tanuló, és idén vettem át az ő csoportjukat, és már szeptemberben megbeszéltük, hogy benne van az X, magyarán őt is el fogjuk küldeni nyelvvizsgázni. Itt mind a két fiú emelt németes, ők általában németet választják érettségi tantárgynak, és esetleg, mivel lehetőségük van 5. tantárként egy másik idegen nyelvet, azért van, aki angolból és németből is érettségizik. Kovács Béla Zoltán az országos legjobb 10 közé került, és a németet annak idején egy zenei banda miatt kezdte el tanulni. A német nyelvet azért kezdtem el tanulni még annak idején, mert igazából egy zenei banda miatt kezdtem el tanulni, az úgynevezett Rammstein miatt, és nagyon megtetszett. De mit adott neked a német nyelv az elmúlt időszakban, tehát mennyivel tudsz többet, hogy érzed a tudásodat? Hát ez alatt a 3 év alatt nagyon sokat fejlődtem, és remélem, hogy majd a következő időkben el tudok majd menni nyelvvizsgázni is, és így fejleszteni a nyelvi képességeimet. Hogyan zajlott az országos verseny? Az országos verseny úgy kezdődött elsőnek, hogy az első fordulóban egy ilyen nyelvi feladatokat kellett megoldani, a második fordulóban a digitális oktatással való élményeimet kellett egy fogalmazásban leírni, a döntőben viszont egy 10 perces prezentációt kellett előadni, ami személy szerint nekem a Máltai Magyar Szeretett Szolgálatról szólt. Ezt mutattad be, vagy ennek a munkájában te is részt veszel? Ennek a munkájában én is részt veszek, igen, és a saját élményeimet mutattam be. Számodra mi volt a rossz hatása? A rossz az, hogy nem volt meg a személyi kontaktus, így nem tudtam visszakérdezni. A versenyen hogy érezted, hogy jól sikerült, vagy bíztál abban, hogy jól sikerült? Én bíztam abban, hogy jól sikerült, és jól is sikerült, igen. Amikor korábban voltál a hasonló verseny, amikor még rendes oktatás volt, tehát mennyiben volt különbség az online és a személyes verseny között? Tehát a feladatot hogyan oldottátok meg? Sok különbség volt, igen. Online oktatásban nehezebb volt megoldani. És a verseny hogy zajlott? A verseny egy úgynevezett WebEx-es alkalmazáson keresztül zajlott, ahol meg kellett osztani a képernyőt. És most, hogy az ország legjobb 10 versenyzője közé kerültél, ez mit jelent számodra? Hiszen még nem tudjuk a helyezést, de mit jelent számodra? Nagyon örülök neki, és csak így tovább. Nagy Lajos már nyelvvizsgát is tett, így nem volt kifejezetten nehéz számára a verseny, bár a személyeseket szereti, mert az online versenyben több a hibázási lehetőség is. A nyelvvizsga miatt nem volt kifejezetten nehéz, annál valamivel egyszerűbb feladatok voltak benne. És mennyiben nehezítette az, hogy online kellett versenyezni? Tehát te szereted a személyes versenyt?
szeretem a személyes versenyeket, valamivel egyszerűbb is, illetve az online versenyben több a hibázási lehetőség is. Hát izgulsz, hogy sikerüljön, vagy most melyik részére jöttél? Hát ott nehezebb benne javítani, hogyha már tovább lépett a rendszer. Erre most kifejezetten hogy készültél? Tehát oldottál meg esetleg hasonló feladatokat? Igen, meg közvetlenül előtte nyelvvizsgáztam, így az is hozzájárult a felkészüléshez. A német szempontjából, nyelvvizsga szempontjából melyik volt a legkönnyebb, és itt a versenyhez képest ez mennyiben? Tehát az írásbelit vagy a szóbelit szereted jobban? Én az írásbelit szeretem jobban, azon belül is leginkább a fogalmazást. Az áll hozzám a legközelebb, így a versenyben is az volt a legkönnyebb, a második forduló. Miről kellett írni? A digitális oktatás tapasztalatairól. És mi ennek a tapasztalataid, mit írtál? Hát vegyesek. Először felsoroltam a pozitív tapasztalatokat, aztán a negatívakat. Akkor emeljünk ki egy pozitívat és egy negatívat. Hát a pozitív talán egy kicsit több időnk van. A negatív viszont, hogy nincs meg a személyes kontakt, és ez így az érettség előtt elég fontos lenne. És mondjuk a hallás utáni megértést hogy gyakorolod? Hát azt lehet otthon gyakorolni. A tankönyvünkhöz van egy CD, amin megvannak a hanganyagok, és azt le tudjuk otthon magunknak játszani. Vannak-e terveid a német nyelvvel? Igen, terveim szerint a turizmusban fogok tovább tanulni, és ott hasznosítani tudom. Milyen másik nyelvet tanulsz még? Az angolt. Abból is van nyelvvizsga? Igen. És most mennyit tanulsz? Napi 3-4 órát szerintem kell tanulnunk. És melyik a legnehezebb így digitálisan? Hát a legnehezebb az egyértelműen a nyelvek, és talán még a matek. És milyen lesz majd a várható évvégi bizonyítványod mondjuk a fél évihez képest? A fél évihez képest szerintem jobb lesz. Én elégedett vagyok vele.